egy olyan témáról gondolkodnék veletek, ami az utóbbi héten is elég komolyan érintett. A terápiában általában fél éves időszakra szerződünk embereket, tehát fél évet töltenek ott Nágocson, és volt egy olyan végzős terápiásunk, akivel szoktam néha beszélgetni, próbáljuk követni, hogy kivel mi történik a terápia elvégzése után, és leültem vele beszélgetni 2-3 órát Pécsen, és arról beszélgettünk, hogy lát egy problémát az én életemben. És elmondta nekem, mint már végzős terápiás, mert nem úgy találkoztunk, mint én a segítő, pedig a segített, hanem egyszerűen magunk között. És elmondta, hogy valamiben engem nem tart hitelesnek. És hát kíváncsi voltam, hogy milyen tükröt kapok egy olyan embertől, akivel fél évet tulajdonképpen együtt éltünk, együtt laktunk. És a téma és a terület, amit mondott, az abban igaza volt sajnos. És egy olyan terület ez, ami mindannyiunkat veszélyeztethet. Jézus úgy fogalmazta meg, hogy ez nem más, mint a farizeusok kovásza. Tudjátok, hogy mi a farizeusok kovásza? Mert azt mondta Jézus, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, és el is mondta, hogy mi ez a kovász. Tudjátok, hogy mi a kovász? Így van. Nézzük meg az ígérből, jó? Lukács evangélium a 12. fejezetéből az első két verset szeretném elolvasni veletek. Tehát Lukács evangélium a 12. fejezet első két verse így szól. Ezen közben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdte az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, és ki is fejtő, hogy mi ez, mely a képmutatás. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne jönne, és olyan titok, amely ki ne tudódna. Korábban Máté evangélista, tehát korábban a Bibliában korábban, tehát visszább, azt olvassuk, hogy a farizeusok és a szaddiceusok kovásza, vagy tulajdonképpen ez a kovász, amit itt a képmutatásként azonosít be az ige Lukácsnál, úgy olvasom, hogy ekkor értették meg a tanítványok, hogy nem arról szólt, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és szaddiceusok tudományától őrizkedjenek. Tehát van egy olyan fajta tudomány, van egy olyan fajta tudás, van egy olyan fajta képmutatás, amitől őrizkednünk kell, ami számunkra is veszélyforrást jelent. És én erről szeretnék veletek gondolkodni most, arról, hogy hogyan ismertem fel a saját életemben több területen ezt, és hogy miért lehet veszélyes a keresztény hitgyakorlatunkra nézve, hogy ebbe a magatartásba beleesünk. Nem tudom, hallottatok-e már ezt a kifejezést, hogy ő olyan hipokrita? Hallottatok már ezt a kifejezést, hogy hipokrita? Ez egy magyarosított változat a görög szónak, ami a hipokrisz, vagy hipokrit, ez a képmutató színészkedő magatartás. Tehát a hipokrita szó maga azt jelenti, hogy képmutató álszent. És amikor olvassuk Pál apostolnak a gondolatait, például a római levélben, a római bekezdett levélben írja a 12. fejezetben, hogy a szeretet pedig közöttetek képmutatás nélküli legyen. Emlékeztetlen erre a kifejezésre, ugye? Tehát képmutatás nélkül legyen a szeretetünk, nem utassunk olyasmi képet magunkról, ami nem igaz, ami nem valóságos. És ami még fontosabb a életünk szempontjából, az szintén ebben a levélben található a második fejezetben, tehát Pál apostol Róma beléjekezít levelében a második fejezet 17. versétől szeretnék olvasni egy szakaszt, ami nekem különösképpen sokat jelentett, amikor először szembesültem a benne rejlő, ha úgy tetszik, feddéssel. Tehát Róma 2.17-től így olvasom az igét. Íme te zsidónak neveztetsz, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben lévőknek világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, itt jön a lényeg, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Ideig a szakasz, amit olvasnék. És ugye azt mondja Pál, hogy van az a bizonyos zsidó gondolkodás, vagy zsidó mentalitás, aki azt mondja, hogy én tudom Isten akaratát, tudok választást tenni jó és rossz között, és én tudok vezetni másokat,
mivel bírod a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Itt a görögben a morphosis szó szerepel a forma szó alatt, ez azt jelenti, hogy keret. Tehát, ha én bírom az igazság és az ismeretnek a keretét, ha van egy váz a kezemben, az önmagában engem egy önigazolásba vihet, hogy azért nálam a keretek megvannak. Hogy ha nálam vannak a keretek, ha nálam van egy forma, de nincsen benne tartalom, akkor az egy óriási önbecsapás is lehet. És én már könnyen magamat úgy becsapni, hogy azért nálam a keretek nagyjából rendben vannak, mint azoknak, akiknek keretei sincsenek, ugye? És Jézus nem véletlenül mondja azt, és feddi a farizeusokat többször, hogy kívülről jól néztek ki, de mi van belül? De milyen metaforát használ Jézus a farizeusokra? Mihez hasonlítja őket? Ugye meszelt sírok, ami kívülről szépek, mutatósak, de belül hogy néznek ki? Vagy mondja azt is, hogy gyönyörű poharak és tálak, amik mindenféle undoksággal vannak rakva belül. Tehát nem vettem azt a Jézuseket a nagyon képies megfogalmazásokat, hogy lássuk, hogy az, hogy valami jól néz ki, valami tetszetős, mutatós, jó hangzik, valaki szépen beszél, látszólag szépen él, az nem biztos, hogy ha közelebb megyünk és belenézünk, akkor tényleg arról is szól. Nem tudom, mennyire szeretitek Jim Homberger könyveit. Ő járt egyszer egy konferencián lelkészek között, és azt mondta nekik, hogy szeretnék egy próbát tenni, hogy ott lenne hátadok mögött egy kivetítő, és miközben beszéltek a szószékről szombatonként, a vetítés mutatna az előző hetetek minden percét, akkor ki az, aki kimerne állni a szószékre és folytatná a prédikációját? És ha csak egy páran merték feltenni a kezüket, ez probléma, mondta Jim Homberger, mert kérdés, és persze nem azt akarom mondani ezzel, hogy csak az álljon ki a szószékre prédikálni, akinek tökéletes az előző hetének az összes perce, de azért olyan álljon ki prédikálni, aki meri vállalni az otthon életét is, aki nyitott könyvként tud a testvérek előtt lenni, pláne hogyha lelki vezető, akkor lehessen belátni az életében, ne legyen titkos kis zugai, amiket ő eltakar mások elől. És azt gondolom, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy ti gyertyák vagytok, ti világosság vagytok, ti hegyen épített város vagytok, ugyanezt a jelképet használja, nektek kell fényleni, nektek kell világítani, nektek kell úgy működni, akár magasan másokat, hogy belelássanak az életetekbe, és utána dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De az a kérdés, hogy mivel szeretnék világítani? Hisz a farizeusok, ha úgy tetszik, kiemelt és köztiszteletben álló emberek voltak, ugye? A saját korukban. Az emberek felnéztek rájuk, az emberek hallgatták őket, az embereket vezették. De Jézus, amikor azt mondja, hogy meszelt sírok, akkor azt mondja, hogy szép poharak, de undoksággal vannak rakva, akkor el kell gondolkodnunk, hogy mi hol vagyunk ebben a folyamatban. A farizeusok nagyobb része nem az üdvözölendők táborát gyarapítja, legalábbis a jézusi kijelentések szerint. Onnan is tértek meg emberek, lettek követő Jézusnak, de a farizeusi magatartás, a farizeusi gyakorlat az ellehetetlenítette azt, hogy valaki igazán találkozzon a kegyelemre utaltságával Jézusra. Mert könnyebb az önigazolásba menekülni azáltal, hogy nekem vannak kereteim, nekem vannak formáim, amiket ha én gyakorlok, akkor nekem az ad egy biztonságérzetet. De nem biztos, hogy ad életszentséget is. Próbáltam keresni más példákat erre, elsősorban magam számára. Elképzeltem egy nagyszerű autót, egy gyönyörű autót, amiben mondjuk nincs motor. Jól néz ki, jó beleülni is, lehet, hogy kényelmes, de elfordítom a kulcsot, és nem tudok gyújtást adni rá, akkor hiába rakta össze szépen a Dávid, és fújta le nagyszerűen, a legszebb autó is ugye motor nélkül nem tud működni. Vagy nem tudom, jártatok-e már úgy biztos többször, igen, én már többször is, hogy leülünk egy asztalhoz, és mondjuk a házi asszony kihoz valami nagyszerűen mutató süteményt. És elveszem, azzal a reménye, hogy ez most nagyon finom lesz, belerapok, és nem ízlik. Mert nem olyan, jól néz ki, de a tartalma az mégsem az, amit elképzeltem. Vagy gondoljatok egy nagyszerű épületre, mondjuk legyen ez a gyülekezeti ház, ami megszépült és felépült. És gondoljatok arra, hogy nem most találkozunk itt, hanem másfél hónap múlva. Nem is tudom, Erzsébet napját mondtad, András, ami után beüt a hideg. Mondjuk az, hogy Erzsébet napja után 3-4 héttel. És kint -10 fok van.
Benn meg nincs fűtés. Nem éreznék olyan jól magunkat ebben a házban, ugye? Mert szép a tartalma, jól nézek a keretek, de hogyha megfagyunk benne, akkor mégsem tudunk felszabadulni és örömmel együtt lenni. És számtalan ilyen példát tudnánk mondani arra, hogy rendben vannak a keretek, megvannak a körülmények, de valami hiányzik. A lényeg. És nyilván nem azt akartam mondani, hogy a fűtés a lényeg, vagy hogy a jó víz a lényeg egy süteményben. Csak az, hogy betölti a célját, az az épület, az az étel, az az autó, vagy az a keresztény ember, vagy nem tölti be. Ugye a bűnnek is a lényege a céltévesztés. És hogyha céltéveszt az életünk, ha céltévesztenek a kereteink, akkor már is Sátán kezében eszközök, és nem az Isten dicsőségére tudnak működni. És persze a kérdés, az első önvizsgálati kérdés lehet ez a mai délelőttön, hogy nem éreztek annyi ellentmondást a között, amit képviseltek, és a között, amit esetleg megéltek. Vagy esetleg a között, amit megéltek, de hogy belül mit éltek meg a saját szívetekben. Mert sokszor látom és érzékelem én is, hogy megteszek valamit, de nem biztos az indítékaim és a gyümölcsök valódi eredményt tudnak mutatni. Mondok csak egy területet, ahol lehetne számtalan területet mondani, ez lehetne egy külön sorozatnak az alapja, hogy milyen területeken fontos az, hogy hiteles legyen az életem. Legyen mondjuk az, ami elvileg sokunk számára egy egyértelmű kérdés, az igével való élésünk. Ellen White azt írja, idézem szó szerint az Evangélium szolgái című könyvéből, bűnös dolog másokat az igére oktatni, miközben elhanyagoljuk a személyes tanulmányozást. De elég egyértelmű, konkrét kijelentés. Előfordult-e valakivel az, hogy az Isten igéjét oktatja, tanítja, beszél arról, hogy ez milyen fontos, közben a saját tanulmányozást elhanyagolja. Előfordult ez a lelkészel akár velem is, hát bizony igen. Csak kérdés, hogy mennyire hiteles az, hogy én azt mondom másodnak, hogy ez a legfontosabb életadó dolog, olyan, mint a kenyér a test számára, aztán megteszem, hogy nem táplálkozom mondjuk egy-két hétig vagy hónapig. Előfordulhat, ugye? De ez mégis egyfajta ellentmondás. És nem ott lepleződik, hogy én rögtön rosszul érzem magam a bőrömben, de lehet, hogy már nem vagyok annyira hiteles. És mondom, ez nem feltétlenül úgy látszik, hogy én is érzem, vagy mások is mondják. De már ott van egy olyan csír az életemben, hogy a kijelentésem, vagy az a között, amit képviselek, meg a való gyakorlatom között feszül valamiféle ellentét. És én azt gondolom, hogy az, hogy hiteles vagy hiteltelen az életem, azt nem én fogom kimondani magamról, hanem másra fogják kimondani rólam. A környezetem visszajelzéseiből fog kitűnni az, hogy tényleg így működöm-e. De ami probléma, hogy ezzel be is lehet csapni magamat. Hisz olyan embereket találok, akik azt mondják, hogy olyan szépek a te kereteid. Ahogy te élsz, amik vannak benne, azok olyan vonzóak. Tehát ugye ez működött a farizeusoknál, be tudták magukat csapni, azáltal, hogy a környezetről milyen visszajelzéseket kaptak. És az életük az a látszat szintjén működött, és voltak kegyes cselekedeteik. De megint csak önvizsgálati kérdés, ezt mindenkinek magának kell feltennie, hogy van-e ellentmondás mondjuk a munkai vagy az otthoni működésem között. A között, ahogy itt a gyülekezetben élek, és a között, ahogy otthon működöm. Vagy a között, ahogy az egyik testvéremmel beszélek, aztán a másikkal. Mert itt lepesződik a legtöbbször az hogy mennyire működöm egészségesen és hitelesen. Feltennék egy másik kérdés is a tovább gondolkodás jegyében. Mi a különbség a hazugság meg az önigazolás között? Tehát hazugság, önigazolás között mi a különbség szerintetek? Hogy lehet megfogni a két magatartás közötti alapvető különbséget? Van-e különbség? Akkor itt teszem fel az első kérdést. És ha van, akkor micsoda? Most interaktívra váltottam egy kicsit. Szóval mi a különbség a hazugság és az önigazolás között? A hazugsággal értem, mert a másikat akarjuk becsapni, az önigazolással meg elsősorban önmagát. Uh-huh. Nagyon jó. Ez nagyon frappáns, ugye? Uh-huh. Tehát tegyük föl, valaki megcsalja a feleségét, és a feleség kérdőre vonja, hogy van-e valaki az életedben, hogy azt mondja az illető, hogy nem, nincsen, de egyértelmű hazugság. Tudja, hogy van, de a másikat próbálja megvezetni. De hogyha az illető elkezd flörtölni valakivel,
nem csalta meg a feleségét, de már nagyon sokat gondolkodik a másikról. Esetleg már intimebb levelezésben vannak. És a feleségétől eltávolodik. És megkezd a feleség, van-e köztetek valami, és azt mondja, nincsen. Miközben valóságban van, de azt mondja, tényleg én nem csalom meg a feleségemet, akkor ez már az önigazolásnak is lehet egy bújtatott útja, ugye? Mert tulajdonképpen nem csaltam meg, de hűségesen vagyok hozzá. Azokon a területeken, ahol az intimitást, a barát, a nagyobb, mélyebb tartalmaimat a feleségemmel kéne megosztani, másokkal beszélem ki, vagy beszélem meg. Ugye az megfelelő önigazoló mechanizmus, azt mondom, hogy nem történt semmi. Meg hát miért ne barátkozhatnék másokkal is. És már jön az a fajta folyamat, ami szépen a rejtetten indul a mi életünkben is. Amikor elkezdünk valamit másként értelmezni. Olvastam az önigazolásról egy egész könyvet, és hoz egy példát egy erkölcs tanoktató, a saját életére nézve, elment egy szállodába, egy drága szálloda volt, és volt valami drága selyem ágynemű. És a tollával, ahogy valamit írt, egy tintapacet hagyott a drága selyem ágynemű. És elkezdett vívódni, hogy azért ezt mégis jó lenne valahogy rendezni, mert az itt kárt okozott a szállodának, és megkérdezte a barátait, akikkel lejut még a kijelentkezés előtt egy étterembe, és akkor jöttek ezek az indokok, hogy de hát milyen magas a szállodának a díja, úgyis bele van kalkulálva a díjba az esetleges károkozás, és nézd meg, hogy ha ugyanez mondjuk egy vidéki szállodában történt volna, meg egy kis apartmanban, akkor mi lenne a különbség árban is akár, vagy hozzáállásban. És akkor így okoskodott magában, és végén elmondta, hogy ő is arra jutott, hogy hát, ha vidéken lett volna, kifizette volna, de így nem biztos, hogy az ő kötelessége ez a dolog. Tehát igazolta magát, ugye nem a probléma, hanem az, hogy milyen körülmények között zajlik, és már fölmentem magam arra nézve, hogy milyen rendszerbe tudom elhelyezni azt az adott bűnt, vagy azt az adott mulasztást, azt az adott hibát. Ugye a hiba azért összepecsítelni tintafolttal egy átneműt, ami nem az enyé. De attól függően, hogy ez milyen közegben történik, lehet, hogy másként ítélem meg ugyanazt a helyzetet, ugye? És már könnyebben fölmentem magam egy szállodába, mint hogyha mondjuk a szomszédommal történik, meg a szomszédomnál. És nem mindegy, hogy észrevesszük-e magunkba ezeket az apró problémákat. Például a megromlott házasságnak gyakran lehet ilyeneket hallani, hogy sosem működött semmi jól igazán közöttünk. Mondják ezt egy házasság végén a válás előtt. De ha visszatekernénk az idő kerekét mondjuk 15-20 évvel korábban, amikor kimondták a boldogító igent, és megkezdtek volna, hogy hogyan működik a kapcsolat, azt mondták volna, hogy annyira egymás hullámhosszán vagyunk, úgy szeretjük egymást. Az önigazoláshoz kell az, hogy kimondjam azt, hogy ez soha nem működött igazán, mindig is probléma volt, és már beindulok azok a mechanizmusok, amikor magunkat tudjuk egy kicsikét felmenteni. Vagy egy harmadik példa. Amikor a két testvér közül az egyik megüti a másikat és a sírva fakad, mit szokott mondani az, aki az erőszak elkövető? Amit gyakran hallotok ti is. Aha, ő kezdte, ugye? Hallottatok már ezt a kifejezést, hogy ő kezdte? Ugye, és mi ebben a manizmusban a legalapvetőbb probléma? Ugye hárítom a felelősséget. Igazolom magamat. Így kezdődött az ősbűn is. Ugye ki a hibás? Ki kezdte? És már az van, hogy a saját bűnöm, a saját problémáim, azok le vannak takarva. És mik a legalkalmasabbak arra, hogy becsapjuk magunkat, hanem a vallásos keretek, nem? Hisz azok jók, hisz azok működőképesek, hisz a Biblia is erre bátorít. De mi van akkor, hogyha teszem, ha ott vannak a keretek, és nincsen mögöttük áldás, nincsen bennük tartalom? De ezt a legegyszerűbben úgy fogalmazta meg Pál apostol, hogy gyönyörű kereteim lehetnek. Lehet óriási hitem. Lehet nagyszerű tudományom. Lehet olyan önfeláldozásom, hogy szinte mindenemet odaadom másokért. De ott van a de. És hogy folytatja? Ugye, hogyha ez szeretet nélküli, ez tartalom nélküli, ez csak egy keret, akkor semmi hasznom nincs abból. És ez a semmi, az nagyon keményen koppanó szó, nem? Semmi hasznom nincs abból. Lehet, hogy másnak van, de nekem nem lesz. Mert nem lesz áldásomra. Mert megkötözhet, mert félrevihet. Amikor Jézus megfeddi a farizeusi magatartást, akkor elmondott egy példázatot, is biztos ismeritek, ugye a farizeus meg a vámszedő imádsága. Hogyan lepeci le Jézus a farizeusi magatartást? Hogyan imádkozik a farizeus? Biztos emlékeztek rá. Hogyan imádkozik? Segítsetek nekem. Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, hogy ez a bűnös felettem.
és elmondom, hogy mindent teszek. Tehát én ezt is teszem, meg ezt is, meg ezt, és köszönöm, Uram, hogy én ilyen vagyok, köszönöm, hogy ilyen szép kereteket tudok az életemben megélni, és köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a másik ember. Tehát mivel igazolja a saját életszentségét a farizeus? Mivel igazolja? A mánccal, meg azzal, hogy talán egy nálalább valóbb embert, nem? Tehát olyan könnyű keresni valakit, aki nálam rosszabbul csinálja, nem? És olyan felszabadító néha, tehát egy lelki folyamat is, nem? Ha látok valakit, aki nálam is rosszabb, akkor kicsit jobban érzem meg a bőrömben. Nem tudom, kivel fordult már elő ez a magatartás. Vagy kivel nem, inkább itt tenném fel a kérdést. Persze azt is jól látni néha, hogy ő is ugyanolyan szerencsétlen, mint én, és akkor közösségbe kerülünk egymást, és együtt keressük a megoldást, ez is jó. De ugye minek mutassam meg azt, aki vagyok, inkább egy kicsit magasabb polcra rakom magam, és nézem, hogy a testvéreim, vagy a munkatársaim, vagy az emberek a világban, azért mennyivel rosszabbak, mint én. És akkor már is egy kicsit kihúzom a vállamat, és azt mondom, hogy na, azért örülök, hogy nem vagyok olyan. De ez még önmagában nem a megoldás. Mert a lényeget nem látta a farizeus, hogy neki nem a pápszerűhöz kell magát mérnie, hanem a megváltójához. De mondhatta azt is ez a farizeus, vagy akár a többi is, hogy hogyan néztek rájuk az emberek. Hát azt olvasok, hogy ők szeretik a főhelyeket, de Jézus maga mondja, és azért teszik, amit tesznek, hogy az emberek lássák őket. És azt mondják nekik, hogy mester, mester. Tehát nem csak azt mondhatta ez a farizeus, vagy a farizeusi magatartás, hogy azért én mennyivel jobb vagyok, mint ő. Azt is mondhatta, hogy de ezt nem is én mondom, hanem mások mondják. Mások hívnak mesternek. És lehet, hogy így is be tudom magam csapni, hogy mások mit mondanak rólam, mások hogyan állnak hozzám. Ha sokan dicsérnek, akkor én jó vagyok. Ha sokan bántanak, akkor rossz vagyok. De nyilván az Isten szemszögéből nem feltétlenül így működnek a dolgok. Az önigazolás viszont működhet. Hozok még egy példát az önigazolásra. Az egyik kicsit viccesebb is, de mégis fájdalmas példa. Van egy szudáni törzs, most a neve nem lényeges, és ennek a szudáni törzsnek a külseje rendkívül érdekes, valamint a férfiak külseje, meg általában a törzs tagoknak az élete és a működése. Az alsó 6 foguk és a felső 2 foguk az hiányzik, azért, mert ezeket a fogakat kiütik. De milyen megfontolásból? Korábban volt egy tetanusz járvány, ami egy nagyon komoly szájzárat okoz, és amikor tetanusztól sújtva ezek az emberek, hát szinte az éghalállal küzdöttek, akkor tudtak táplálékot, folyadékot bejutatni az emberek szervezetébe, ki kellett ütni ezeket a fogakat, és a résen keresztül tudtak bejutatni valami szilárd, illetve folyékony halmazállapotú, úgymond élelmiszert. Igen ám, de eltelt jó pár évtized, és manapság is ennek a törzsnek az élete úgy működik, hogy nincsenek, az a 8 fog az kiütésre kerül. De ma már nem azt mondják, hogy azért, mert betegek, hanem azt mondják, hogy azért, mert milyen csúnya az, hogyha valakinek minden foga a helyén van, úgy néz neki, mint a kannibálok, mondják. Azt is mondják, hogy sokkal szebb és vonzóbb az a beesett alsó ajak, mint az egészséges. Azt is mondják, hogy a férfivel válásnak a szertartása, ez a fogkiütés, és sokkal erősebb és stramabb úgy egy férfi. Még azt is mondják, hogy sokkal szebb az a sziszegő, fogak nélküli beszéd, mint a normális, egyértelműen hangzó. Ugye mi mosolygunk ezen. Nyilván ez a törzs elfelejtette azt, hogy mi volt régen, és megmagyarázta, önigazoló módon megmagyarázta, hogy miért gyakorolják még azt a gyakorlatot, amit már rég elhagyhattak volna, mert elmúlt ez a járvány. De sokszor működhetünk mi is így. Van egy gyakorlatunk, működünk valahogy. Nézzük mondjuk a szombati működésünket. Lehet, hogy szombaton is megvannak a különböző dolgai, a különböző cselekedeteink, ahogy megvoltak a farizeusoknak is, és egy nagyon Jézus azt mondaná, hogy ez képmutatás, ez nem működik. Jézus nem véletlenül volt nagyon sokszor ellentétben, volt rengeteg szombatvitája, és mondta azt, hogy ugye a szombat az emberért lett. Azért, hogy az ember megszentüljön általa, és nem fordítva, nem megkötözni akar az Isten, a keretek által sem. Tehát hatalom nélküli keretek képesek erre. De ahogy a farizeus nem szerette, vagy nem akarta Jézushoz mérni magát, ami nyilván rögtön lemesztelenítette volna őt, könnyebb volt találni egy alávalóbb embert, és hallgatni azokra, akik ők dicsérték, úgy mi sem könnyen mérjük magunkat Jézushoz.
Mert amikor Jézussal elkezdünk találkozni, és közelebb jön hozzánk, vagy mi közelebb engedjük magunkat hozzá, akkor rögtön van egy diszonancia, amit észreveszünk. Az ő szentsége, meg a mi állapotunk között. És ilyenkor az egyik lehetőség az, hogy megalázom magam, oda megyek, térdre borulok, és kérem, hogy ő változtassa meg az életemet. A másik pedig az, hogy kicsit eltávolodok, és elkezdem azt mondani, de azért én rendben vagyok. De azért nekem a kereteim nagyjából működnek. És ez az a diszonancia, amit mindannyian nehezen tudunk megélni, és nehezen tudjuk azt a fájdalmasabb utat választani, ami abból fakad, hogy hagyjuk, hogy Jézus bevilágítson az életünkbe, és ő tisztítsa meg azt, amit mi nem tudunk. Én elkezdtem ebből a szempontból vizsgálni a laodíciai üzenetet. Ugye erről beszélgettünk a fiatalokkal is csak részben, délelőtt. Lehet-e a laodíciai üzenetet laodíciai lelkülettel olvasni? Szerintetek? És mit jelent a laodíciai üzenetet a laodíciai módon olvasni? Mondok egy pár példát. Jó, első lehetőség, elolvasom Jelenések 3. fejezetének a végén az üzenetet, és azt mondom, hogy hát ez egy szép üzenet, elég konkrét a feddés benne, de hát ez nem rólam szól. Én már is félre tehetem. De adventista persze nem tesz ilyet, pláne hogyha fel is készült a keresztségre. Mondhatja azt például, hogy igen, ez az üzenet, ez rólunk szól, de nem rólam. Vagy mondhatja azt, hát igen, ez rólunk szól, erről a népről, meg rólam is, tehát mindenki más is ilyen. De az egész népről szól, és mindjárt fölmentem magam. Ugye önök a szóló mechanizmusok egész sora. Vagy mondok még egyet, amivel becsaphatjuk magunkat. Igen, rólam szól. Én nyomorult, nyavajás, szegény vak és mezítelen vagyok. De én legalább látom. A másik, aki gazdagnak gondolja magát, ő nem látja. Én legalább beismerem, és már is egy magasabb polcon vagyok, ugye, mint a másik. Mert én belátom a saját nyomorúságomat. De ezért mindig nem az a magatartás, amire Isten el akar vezetni. Tehát, hogy ott van a Jézusi feddés is, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Ha valamit megláttál, ha valamit megláttattam veled, akkor te választasz. Önigazolásba menekülsz, kereteket tartasz, képmutató maradsz, mert ez egy képmutatás, vagy pedig felvállalod magad. És ahogy mondtam is, az a legrosszabb, amikor a vallásos keretek által kötöztetünk meg, igazi tartalom nélkül. Pál apostol olyan nagyon szépen mondta a Filippibe érkezett levél 3. fejezetében, hogy ő kárnak és szemétnek ítél valamit, valakiért. De így olvasom, hogy Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt hagytam kárba veszni mindent, és kárnak és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és itt jön egy nagyon fontos gondolatmenet, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Istentől való igazságom a hit alapján. Szóval nagyon szép és elgondolkodható szakasz. Honnan van az én igazságom? Honnan vannak az én kereteim? Hogyan működik az életem? Lehet igazságom a törvényből. Ezt mondja a törvény, így kell csinálni, és ha én megteszem, akkor én jó vagyok, akkor én rendben vagyok, és minél több dolgot tudok megcsinálni, és igazolni magam számára, hogy ezt megcsináltam, kipipáltam, akkor azt érezhetem, hogy én jó vagyok. Azt mondja Pál, hogy nekem nem minden van igazságom, hanem a Krisztusban való hit által. És lehet ugyanazt teszem, mint a másik ember, de nem a törvény alatti állapotból, hanem a Krisztusban való hit által. Ugyanaz a cselekedet, egészen más lelkület. Ugyanaz a magatartás, az egyik oldalon valódi egészséges gyümölcsök, a másik oldalon pedig nincsenek vagy rossz gyümölcsök vannak. És én azt látom, hogy az ember vallásosan beteg is kétféleképpen lehet. Tehát a vallásos betegségek közül az egyik fajta betegség az, amit a farizeus is megél, amikor azt mondja, hogy de jó, hát nekem működik. A másik rosszabb, mint én jobb vagyok, én meg tudom tartani a törvényt, itt vannak ezek és ezek és ezek a keretek, tehát erre azt mondaná egy drogos, hogy nekem bejön az anyag. Nekem működik. Van a másik fajta állapot, amiben többen benne lehetünk, amikor azt mondom, hogy gyakorlom a hitemet, élem a kereteket, megteszem, amit meg kell tenni az ige szerint, de nincs felszabadultságérzés, nincsen hála, nincsen igazi lelki béke. Nem tudom, ezt éreztétek-e már, testvérek. És Krisztus egyiket sem akarja. Azt sem akarja, mert mind a kettő bűn. Persze mi szeretjük azt hinni magunkról, hogy ha legalább a kereteink rendben vannak, akkor mi jobbak vagyunk, mint azok, akinek kereteik sincsenek.
pedig az eredmény szempontjából egyik sem jobb, mint a másik. Mert mind a kettő céltévesztés. És amit, ahogy kezdtem ezt az egész gondolatmenetet, erről a barátomról szóltam, akivel beszélgetnünk, és mondta, hogy nem lát hitelesnek, és megkérdeztem, hogy miért. És képzeljétek el, azt fejtette ki, mint nem hívő ember, és igaza volt, hogy ő azt látja, hogy én többnek próbálom magam mutatni, majd amikor a kereszténységről beszélek, akkor úgy próbálok beszélni erről, mint aki ezt megélem, és ilyenkor ő azt tapasztalja, hogy nem engedem be az életembe őt. És nem merem vállalni azt, hogy esetleg hibákat is elkövethetek. És elkezdtem gondolkodni, és rájöttem, hogy valóban van bennem egy görcsösség, ami sokunkban ott lehet. Én is kaptam már meg feddésként, hogyha arra bátorítom az embereket, hogy legyenek őszinték, és mindenki elkezdeni mondani a küzdelmeit, akkor azok számára lennék hiteltelenek, akik esetleg vendégekként vannak jelen. Mert ők mit gondolnak akkor rólunk, hogyha meglátnák azt, hogy milyenek vagyunk a valóságban. Szerintetek ez egy jó gondolat, vagy nem jó gondolat? De érthető gondolatmenet? És működhetünk mi is így gyakran, hogy azért mutatjuk többnek magunkat egy picit, hogy a másik ne gondoljon rosszat. Nem biztos, hogy rólunk ne gondoljon rosszat, hanem mondjuk a kereszténységről, a hitről. És érthető ez a magatartás, és néha azt gondolom, hogy még tegyük fel, jogos is. Talán a gyerekek előtt próbálunk valamit, bár az sem mindig jó, mert ők meg még jobban látják, hogyha hiteltelenek vagyunk. De el kell gondolkodnom azon, hogy tényleg én mit vállalok és mit mutatok kifelé. Azért mutatom magam többnek, mert hogy ő nehogy rosszat gondoljon, vagy tudom azt is vállalni, hogy igen, én most hibát követtem el, és lehet, hogy még ettől hitelesebbé válok egy másik ember számára. Azt látja, hogy íme egy hibázó keresztény. Aki hajlandó belátni a hibáit, nem megalkudni velük, csak belátni, beismerni, és akár azt mondani, hogy bocsánat. Nem mindegy, hogyan működöm. Mert azt gondolom, az egyik az egy hiteles, valódi gyümölcsökkel élő kereszténységet fog eredményezni, a másik pedig egy keretekkel bíró, de valódi tartalom nélkülit. És pont ebből fakadóan, látom, hogy az időnk az halad, de egy-két gyakorlati gondolatot azért felvetnék. Például ebből a magatartásból fakadóan szoktuk azt csinálni, hogy bizonyos cselekedeteinket, az életünk bizonyos területeit eltitkoljuk. Például felteszek egy nagyon egyszerű kérdést, ezt még Várkonyi Andrástól hallottam először. Szabad-e egy kereszténynek asztalt borogatni? Mit gondoltok? De szabad egy kereszténynek asztalt borogatni. Jézus megtett, akkor én is megtehetem. Így? Vagy nem szabad egy kereszténynek asztalt borogatni? János horizont, vagy András horizontálisan rázza a fejét, Edina vertikálisan. Hol és mikor? Ugye? Hol és mikor és miért? De általában hajlamos vagyok azt mondani, hogy nem egy keresztény ember soha nem jött indulatba, és most az indulatosságra gondolunk, annyira indulatba, hogy asztalt felborítsa. De megtörtént-e már valamelyikőtök, hogy asztalt borogattatok? Borított már valaki asztalt közületek? Tört már valaki tányért közületek? Konkrétan. Csapott már valaki ököllel bele egy ajtóba, fába, bármibe közületek? Megtörtént már? Sajnos nem. Kellett volna? Tehát lehet, hogy kellett volna. Lehet, hogy az a bűn, hogy nem tetted meg? Vagy lehet, hogy az a bűn, hogy megtetted? Ugye nem egyszerű kérdés, nincs mindig egy ilyen konkrét válasz. De nekünk kellenek a konkrét válaszok, és akkor jobban érezzük magunkat, ha tudok konkrét választ adni konkrét kérdésre, nem? De lehet, hogy ezzel becsapom magam. Az is lehet, hogy a keresztény ember asztalt borogat, de nem beszél róla, mert egy keresztény ember nem borogathat asztalt. Ugye? Előfordul velünk is. Megteszem, de inkább ezt letakarom. Nem én voltam. Mint én, amikor egyszer, ezt már meséltem többeteknek, betörtem egy szélvédőt az öklömmel. Nem vagyok rá büszke. Dühös voltam, belecsaptam, elrepett. És úgy működtem, mint általában az emberek működnek, hogy megbántam, bocsánatot kértem, és mentem volna tovább. De másnap, amikor beültem a kocsiba, ott volt az elrepett szélvédő. Nem tűnt el attól, hogy megbántam. És Isten figyelmeztetett körülbelül még pár hónapig, hogy igen, ilyen vagy, Gábor, amikor az indulataid vezetnek. És akkor már elvállaltam egy előadást Törökoppányban, egy olyan címmel, hogy hogyan győzzük le az indulatosságot. El kell előadást tartanom a törött szélvédőmmel. És el tudtam mondani, hogy én így tudom legyőzni az indulatosságomat, hogyha én irányítok. És nem könnyű ezzel szembenézni. Azt gondolom, a keresztény magatartás az az, hogy igen, megtettem, de nem vagyok rá büszke. És kegyelmez nekem Krisztusom, és szabadíts meg ettől az indulattól. Tehát, hogy keresztény ember asztalt borít, és megbánja, attól még keresztény ember marad.
És nem attól lesz keresztény, hogy megteszi, de nem beszél róla. És épp ezért nagyon fontos, hogy hogyan működünk. Mert hogyha apró kis képmutatásokat megtűrünk, ugye ez apró csillagból indul, akkor ebből lesz egy önigazolás, és lesz belőle egy önbecsapás. Lesz belőle egy hamis kép, ha tudat alatt működik. Ha tudatosan működik a képmutatás, amit szintén megtehetünk gyakran, akkor pedig ott lesz a lelkismeret furdalás. Ott lesz az érzés, hogy de nem vagyok hiteles. De ezt így nem jó élni, és akkor inkább nem élem. Ez is lehet egy kilépési lehetőség. Pedig egyik sem jó magatartás. Én azt gondolom, nekünk meg kell mutatni magunkat egymás felé jobban. Mert attól válunk igazán testvérek ki, akkor válunk őszinte emberek ki. Megmutatni az oldalunkat is, ami esetleg a szent és a szép és a talentumokkal gazdagon bíró, meg azt is, ami a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Hogy együtt küzdhessünk. Azt írja az egyik kedvenc keresztény pszichológusom, Lawrence Krebb, ezt már mondtam biztos, mert szoktam ezt a mondatot idézni, hogy minden embernek van legalább egy olyan dolga, amit senki nem gondolna róla. Legalább egy olyan dolga, amit senki nem gondolna róla. És nyilván ez nem biztos, hogy egy nagyszerű tulajdonság, egy pozitív talentum. Lehet, hogy valami apró rossz szokás, vagy lehet, hogy valami nagyobb rossz dolog. De minél nagyobb dolgaink vannak, annál betegebb az életünk. Az anonim alkoholisták azt mondják, hogy annyira vagy beteg, amennyire titkaid vannak. Annyira vagy beteg, amennyi titkod van. Minél több, annál betegebb vagy. És minden inkább nyitott könyv tudsz lenni mások számára, annál egészségesebb az életed, a személyiséged. És nyilván, hogyha érzem ezt a diszonanciát, hogy valamiért nem hiteles az életem, akkor mi fog történni? Ha elfojtok valamit, az az élet más területein kitörést fog keresni magának. Az egyik lehetőség akár mondjuk egy vallásos ember számára az, hogy belemenekül a vallásos cselekedetekbe. Nagyszerű programokat szervez, különböző misszióterületeken látványosan működik az élete, de a kérdés az, hogy, és mindig ezt szoktam feltenni egy kérdésként, de milyen vagyok otthon? Hogyan működöm, amikor csak leülök a saját szobámba, ott van a lelki béke? Mit mond rólam az, aki a legközelebb áll hozzám? Milyen a kapcsolatom a kisfiaimmal, a feleségemmel? Mert sok mindent visszajelez és megmutat róla. Azt mindenképp szeretném hangsúlyozni az alkalomnak a végén, hogy nem a keretekkel van a baj, hanem a tartalom nélküli keretekkel. Jézus mondta azt is a farizeusokról, hogy tegyétek, amit mondanak. Ugye, de ők az a baj, hogy ők mondják, de nem teszik igazából. Lehet, hogy látszat szintjén teszik, és nem a keretekkel van a baj, nem a jó formákkal van a baj, hanem azzal, hogyha ezek mögött nincs igazi tartalom. És azzal még inkább baj van, hogyha azt adom magamnak, hogy de nagyjából rendben vagyok. Mondok egy másik, illetve két példát még, és aztán ezzel lassan le is zárom. Hallom például emberektől azt, megint önigazolás, hogy igaz, hogy én nem élek másokkal közösségben. Igaz, hogy nem vagyok valódi kapcsolatban más testvérekkel, de hát ha Istennel vagyok, akkor nincs szükségem senki másra. Isten velem van, és ez nekem elég. És hát jó, találkozom néha emberekkel, de igazából nekem nincs szükségem másokra. Hallottatok már ezt a magatartást valakitől? Vagy esetleg képviseltétek ti is a saját életetekben, hogy jó, most nem vagyok közösségben, a legközösségben másokkal, de azért velem ott van a Jóisten, és ez nekem így elég. Lehetnek olyan életszakaszok, amikor csak ez van, de Isten nem erre hívott minket. Vagy hogyha mégis szenvedek a magánytól, akkor elkezdhetek görcsölni azon, hogy nekem miért nem elég az Istennel való kapcsolatom. Nem tudom, ez ismerőse valakinek. Bármelyik úton vagy irányba megyünk el, mind a kettő egy önbecsapás, mind a kettő egy valódi tartalom nélküli formává válhat. Mert egyik nem létezik a másik nélkül. Mert Isten arra hívott bennünket, hogy szeressük egymást. És a vele való szeretett kapcsolatunk terjedjen tovább a másokkal való kapcsolatunkra. És ha valaki azt próbálja igazolni, hogy miért működik csak az egyik, vagy csak a másik az egyik nélkül, akkor az önbecsapás. Az a farizeusi magatartás. Tehát mi is lehetünk farizeusok, én erről szerettem volna veletek gondolkodni, csak nem feltétlenül olyan látványos módon. És sokszor csiráiban indul az életünkbe. Vagy egy másik kérdés, járhat-e egy keresztény ember pszichiáterhez, vagy pszichológushoz? Szerintetek? Járhat-e egy keresztény ember pszichiáterhez? Nem úgy vagyunk vele, hogy hát ha ő pszichiáterhez jár, akkor nem is igazi keresztény. Mert ha igazán keresztény lenne, akkor meg tudná oldani a problémáit. Hisz a legjobb pszichológus a Jóisten maga.
Hallottatok már ilyen kijelentést? Vagy volt bennetek a csírája ennek a gondolkodásnak? Benne már volt? És azért hozok ennyi példát, hogy lássuk magunkat, tudjuk elhelyezni ebben a magatartásban. Tudom, hogy többen ebből a gyülekezetből is igényeltek már szakmai segítséget egy lelki gondozótól. Úgy is feltettem a kérdést, hogy elmehet egy keresztény ember pszichiáteri szakmát tanulni, vagy pszichológusi szakmát tanulni. Erre már könnyebben válaszolunk, nem? Persze, hát ez egy szép szolgálat. De hogy nekem arra lenne szükségem, ki van zárva. Pedig lehet, hogy Isten pont egy pszichiátert akar használni, vagy egy pszichológus, nem? Hogy tudjon nekem segíteni. De hogy ezzel a magatartás formával, hogy én kevesebb vagyok, vagy a másik kevesebb akkor, ha egy képzett lelkigondozónak a segítséget igénybe veszi, ugye az már is egy veszélyes gondolkodás. Hallottam ezt is konkrétan egy testvértől, hogy nekem azért nincs szükségem pszichiáterem, a legjobb pszichiáter az a jó Isten. Aztán fél év múlva váltak egymástól a férjével, mert mégsem működött az egyéni pszichoterápiája. Szükség lett volna, hogy bevonjanak más testvéreket, embereket, lelkigondozókat, de nem engedték. És ennek a vége egy tragédia lett. És lehetne még sok-sok példát mondani, az időnk az elhaladt. Lehetne akár a szombatvitákról beszélni, a házasság kérdéséről, a válás kérdéséről. Rengeteg olyan gyakorlati terület van, ahol megjelenhet az a fajta farizeusi gondolkodás, amit eddig próbáltam, vagy próbáltunk az ige fényében átgondolni. Én azt gondolom, a megoldásra szánnék még egy-két percet, hogy ahogy mondtam, mindig egy diszonancia alakul ki akkor a gyakorlaton meg a valóság között, amikor találkozom Krisztussal. Amikor hagyom, hogy megmutassa ő magát. És amikor találkozom vele, akkor felmerül az a kérdés, amit ugye Pál apostol is megfogalmaz, hogy én mire támaszkodom. A törvényből való igazságomra, amit ki tudok alakítani én magamnak, és azt mondhatom, hogy azért bizonyos keretek működnek az életem, és igaz, hogy ezek nem, de én nem azokra fókuszálok, hanem ezekre, amik működnek. És elhitetem magam, hogy rendben vagyok. Vagy azt mondom, hogy nem. Én közelebb húzódom a megváltómhoz, mert én azt a teljességet vágyom, és azt a valódi életszentséget vágyom, amit csak vele közösségben, és csak hitáltal tudok megszerezni. És nem akarom beérni a kevesebbel. És nem akarom azt megélni, hogy sátáni tévutakon működjek, ami látszólag szép és kívánatos, de valóságban mégsem tartalommal bíró. Én kerestem a magyar szóban is a jelentést, mert szerintem az igazság szó az egy nagyon szép kifejezés. Vegyük ki, ezzel a Hofi is játszott, az igazság szóból az I betűt. És mit kapunk? Vagy az igaz szóból vegyük ki az I betűt. Gaz, ugye? Gaz és gazság. És a gaz és az igaz ember között csak egy I betű a különbség. És én azt gondolom, hogy ez jó idézőjelesen példáz az, hogy nekünk hívő embereknek egy I betűre van szükségünk. Mi megváltott gaz emberek vagyunk, és a gazságainkat azt csak Krisztus tudja megváltoztatni. És hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk az igét, és az igének a mélységeit, akkor meg fogjuk látni azokat a mélységeket, amiket például meg kellett látni a gazdag ifjúnak is akkor, amikor ment Jézushoz önigazoló módon, hogy én mi mindent megtettem gyerekségemtől fogva. Itt a 10 parancsolat, én ezt megtartom. És akkor Jézus közelben is azt mondja, hogy oké, nézzük csak ezt meg. És azt mondja a hegyi beszédben, hogy például gondoltál-e rosszat valakiről? Mondtad-e azt magadban, hogy bolond? Akkor miért vagy a gyehenna tűzére? Ugye mennyivel mélyebb értelmezése ugyanannak az igazságnak? A nevű parancsolatnak például. Vagy a paráznaság, ugye annyit mond csak, hogy oké, és tekintettél már olyan kívánsággal egy másik emberre? És akkor az ember már is összemegy ilyen kis picikére. És nyilván nem azért adott az a törvény, hogy bennünket megalázzon, hanem hogy bemutassa azt, hogy nekünk mennyire szükségünk van egy személyes megváltóra. Akkor olyan tartalommal tudja megtölteni az életünket, a kereteinket, mint senki más. És én azt kívánom, hogy ezen és ezeken a területeken tudjunk gondolkodni, ahol az életünk és a Krisztussal való kapcsolatunk hiányt szenved. És kívánom, hogy tudjunk mindannyian változni és oda menni a kereszthez és kérni a segítséget. Ezt kívánom mindannyiunknak teljes szívemből. Amen.